8 U13-as csapat részvételével rendeztek egynapos futballtornát kedden Kisvárdán. A Várda Labdarúgó Akadémia a Munkácsi Akadémia szakmai munkájának koordinátoraként lett házigazda. A Kárpát-medencei akadémiák rendszere a Puskás Akadémia felügyelete alatt működik. A magyar kormány támogatását élvező program keretében határon túli magyar lakta területeken alakultak akadémiák, amelyek egységes szakmai irányvonal mentén képzik a fiatal futballistákat. Van egy nemzetpolitikai vonatkozása, ugye a magyarság összetartozásának az erősítése, és természetesen van egy szakmai cél, ami egyértelműen azt gondolom, hogy a magyar futball megerősítése vagy fejlesztésének a lehetőségének a kiaknázása. A rendszer az gyakorlatilag ugye felvidéken a Dunaszerdahely és a Komárnó, illetve a Komárom tagja a rendszernek, délvidéken Szlovéniába, Lendva, Szerbiába Topolya, ugye mint tudjuk jól Kárpátalján Munkács, és akkor az erdélyi, illetve a székelyföldi régiót pedig Csíkszereda képviseli. Kisvárdán 2 évvel ezelőtt kisebbek számára már rendeztek egy tornát a KMAR csapatai számára. Neumann Gábor szerint ilyenkor lehetőség nyílik a szakmai tapasztalatok kicserélésére, valamint a gyerekek számukra új futballkultúrákkal is megismerkedhetnek. Más futballkultúrákkal való találkozás mindig ad lehetőséget a tanulásra, egymástól való tapasztalat szerzésre, mint ahogy ez most is így van. Itt most gyakorlatilag ezen a tornán a balkáni, tehát a szerb-horvát, a közép-európai, itt gondolok a szlovák és a magyar, és valamint a kelet-európai, az ukrán futball kultúrák találkozása van éppen, úgyhogy éppen elég lehetőség van arra, hogy egymás futballkultúrájából elleszessünk. Bármi, ugye a mindennapokban vagyunk tanulni ennek a más kultúrának, hiszen nálunk azért 50-60 ukrán, vagy Ukrajnából származó gyerek van, és hát ugye tapasztalhatjuk azokat a különbségeket, amik jelen pillanatban a magyar és az ukrán gyerekek között például mentalitásban megvan. A Munkácsi Akadémia vezetője elmondta, hogy hamarosan 2 új pályával gazdagodnak, és tavaszra elkészül a kollégium is, így még több gyereket tudnak majd foglalkoztatni. A gyerekek is látják, hogy van tovább lépés Európába, Magyarországra, jelentkeznek nem csak Kárpátaljáról, egész Ukrajnából, ha mondok még Krimből, a Krimfélszigetről, akkor nem adok sokat, mert és ha kész lesz az egész akadémia, akkor még több jelentkezés lesz a gyerekektől. Csak a legjobbakat fogjuk venni, és a legjobbakat fogjuk adni Magyarországra. A tornát végül a horvátországi Jeszik csapata nyerte a vajdasági Topolya és az erdélyi Csíkszereda előtt. A 4. helyen a felvidéki Dunaszerdahely, az 5. helyen a Várda Labdarúgó Akadémia, a 6. helyen a Kárpátaljai Munkás végzett. A 7. hely a szlovéniai Lendvának, a 8. pedig a felvidéki Komárnónak jutott.